Ünnepi pillanatokra készülnek a Teveli székelyházban. Ide kanyarodik be az a kis busz, melyet a Magyar Falu program keretében nyert el a civil szervezet. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt a jármű átadása kapcsán. A civil program keretében 5000 szervezet mondhatja magát nyertesnek. Én azt gondolom, hogy a Teveli székelykörnek is ez egy óriási segítség, hogy tudják használni innentől kezdve ezt a mikrobuszt különböző dolgokra, akár rendezvényekre tudnak elmenni vele, akár anyagbeszerzésre, akár a falu életében tudnak vele segítkezni, úgyhogy örülök annak, hogy benyújtották a pályázatot, és sikeresen is tudtak pályázni. A teveli székelyek sikeresen pályáztak az elmúlt években, összesen 17,5 millió forinttal gazdagodott a szervezet, melyből többek között a rendezvények lebonyolítását segítő eszközöket vásárolták, de ebből finanszírozták a Vas Albertet megformáló szobor elkészítését is, melyre a kormány egyedi támogatásként 1,4 millió forintot biztosított. A nemzeti összetartozás érzését az elmúlt években jelentősen meg tudtuk erősíteni Magyarországon, Kárpát-medencében és a diaszporában egyáltalán, ahol bárhol, ahol magyarok élnek. Ez volt az egyik legfontosabb eredménye az elmúlt 12 évnek. Büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, büszkén vállaljuk a kultúránkat, büszkén vállaljuk a történelmi nagyjainkat is, így például Vas Albertet. Az első köztéri szobra Bonyhádon került elhelyezésre 2005. január 8-án, és most örülök annak, hogy itt a választókerületemben a másodikat is el tudtuk helyezni Tevelen. Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, és egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben, és Istenben, ki a diadal. Erős Pál a Teveli székelykör elnöke azt mondta, azért döntöttek az erdélyi magyar írószobrának felállítása mellett, mert megítélése szerint Vas Albert élete és szellemisége példaértékkel bír. Én úgy gondolom, hogy a Vas Albert élete példaértékű, egy csodálatos, hatalmas szimbólum az embereknek, maga az irodalmi tevékenysége, illetve a magyarsága, amit élt, amit megélt és amit hátrahagyott. Vas Albert úgy gondolom, hogy vissza kell térjen, és mindenhol hálhatna, mert maga a személyisége mindent betölt. Nem fizikálisan van jelen, hanem a lelki, illetve is az üzeneteiben, a példéde, a filozófiában, és ez minden magyar faluba, minden magyar városban ott kell, hogy legyen. Mindenképp példaértékű az élete, ahogy megőrizte az emigrációban is a magyarságát. Csak a vér és a nyelv tudja összekötni az embereket, a közös múlt emléke. Olvasható a Túri Török Tibor szobrász által készített alkotáson.